A Nagy-Francia forradalom előtt négy évvel ehhez hasonló eszközzel Charles Augustin de Coulomb először adott módszert a pontszerű töltések közötti erőhatás megállapítására. Az eszköz meghatározó része a torziós szál, amely az alsó végén egy kiegyensúlyozott rúdon elhelyezett kis fémgömböt tartalmaz. Az eszközházában rögzített, ugyanakkor a méretű kis fémgömb található, amely kívülről töltéssel látható el. Töltsük fel a külső gömböt, ekkor kialakul egy egyensúlyi távolság a két gömb között. Eltávolítva a külső gömbről a töltést, a megfelezett töltése között egy újabb egyensúlyi távolság jön létre. Az egyensúlyi helyzetek elemzéséből az ismert inverz négyzetes törvényt kapjuk. Újabb egyensúlyi távolságot hozhatunk létre a torziós szál megcsavarásával. Ebből kiindulva ugyanaz a kulom törvény adódik.